Szeretettel köszöntelek! Az energiatestünkben való képzeletbeli utazás során elérkeztünk útunk 5. állomásához, a torokcsakra területéhez, a magasabb energiaközpontok első pontjához. A torokcsakra szanszkrit neve megtisztulást jelent. Ez azt üzeni, hogy ez az energiaközpontunk csak akkor nyílik meg igazán tisztán számunkra, ha az alsóbb 4 csakrával való sikeres munkával már elértük a kellő megtisztulást. Torokcsakránk fő témája a beszéddel, a légzéssel, valamint a hallással kapcsolatos. Tanulni valónk itt a beszéd és a hallgatás közötti egyensúly megtalálása, az önfegyelem, az önuralom, az aktív figyelés gyakorlása, a kommunikáció, vagyis a szavainkhoz kapcsolódó, hangban megnyilvánuló kreativitás és a személyes önkifejezés elsajátítása. Mindez komoly felelősséggel jár. A kreatív kommunikáció nem hétköznapi cseverészés, hanem fontos dolgokról való, céltudatos gondolkodás és beszéd. Ennek az energiaközpontnak a fejlesztése során képessé válunk olyan szavak használatára, amelyek értékessé teszik a beszédünket. Ez az energiaközpontunk szoros kapcsolatban áll a szex vagy hasi csakránkkal. Amíg a hasi csakra a kommunikáció testi, ösztöni részét, a testbeszédet irányítja, addig a torokcsakra a kommunikáció intellektuális, szimbolikus részét vezérli. A torokcsakra szintjén egyaránt halljuk a külső és a belső hangokat. A szabad választás lehetősége ismét adott. Eldönthetjük, hogy mikor, melyik hangra hallgatva szólunk és cselekszünk. Ahhoz, hogy megtanuljunk hallgatni a belső hangunkra, először magunkban kell megteremteni a nyugalmat, s leállítani azokat a belső monológokat, amelyekkel stresszben tartjuk magunkat. Ebben igen jól segítenek a légző és meditációs gyakorlatok. A torokcsakra szintjén jelenik meg a belső üresség kitöltésére irányuló vágyunk, hogy tudással, étellel töltsük meg magunkat. Mindezek mellett a torokcsakra működése hat még a memóriára, az éles elmélyűségre, a rögtönzőkészségre, valamint az éhségre és a szomjúságra is. Ennek a csakrának az energiái 28 és 35 éves korunk között lépnek előtérbe életünk irányításában. Ebben az időszakban, már egy magasabb szinten, kezdődik minden előről. Újból meg kell születnünk, immár önmagunk számára. Ismét felmerül az anyáról való leválás, valamint az önállóság kérdése. Fontos feladat ekkor belső értékeink felülvizsgálata, saját magunk nevelése, gondozása. Meg kell vizsgálnunk az összes szülőktől kapott értéket, majd a számunkra elfogadható elveket megtartva, el kell vetnünk közülük azokat, amelyek nem egyeznek felismert, személyes céljainkkal és szükségleteinkkel. Gyakran visszatérő kérdés bennünk ebben a 7 éves életciklusban, hogy elégedett vagyok-e a másoktól átvett értékekkel, vagy teret engedek a fejlődés új irányának. Választási pontnál tart tehát az életünk. A fejlődésbe vetett hithez viszont személyes elszánás kell. Csak a bevésődött szokások és minták elengedése teszi lehetővé, hogy belépjünk végre személyes erőnk megtapasztalásának izgalmas időszakába. Határozott vágyunk, hogy minden kötődéstől megszabaduljunk, s visszatérjünk saját, személyes erőforrásainkhoz. Egyre erőteljesebben kutatjuk azokat a lehetőségeket, amelyek segíthetnek új irányt adni az életünknek. Ez a sürgetés eleinte még ösztönös, és ezért hajlamosak vagyunk ebben az életkorban hirtelen késztetések alapján cselekedni. A kalandvágyat azonban a veszteségérzet félelme kíséri. El kell döntenünk, hogy valóban fel akarunk-e nőni. Ha a család vagy a társadalom által kínált értékrendszer és a saját vágyaink és szükségleteink irányába mutató értékek között nagy a szakadék, akkor ez az időszak romboló hatású is lehet. Egy másik lehetőség is nyitva áll, és az is választható. A bizonytalanságba,
és a pánikba való elmerülés. Ez az út azonban egész eddigi fejlődésünk befagyasztásának a lehetőségét is jelentheti. A növekedés és érés alternatívája ebben az esetben a stagnálás, majd a megöregedés. A férfiak ebben az életkorban igazán az elemükben vannak. Erős hajtóerő náluk a siker. Fontossá válik számukra, hogy valamit elérjenek az életben. Érzik az erejüket, a színes, sokféle feladat megoldására való képességüket. Nőknél nehezebb ez az időszak. Sokféle feladatot szeretnének jól megoldani, de nem megy minden úgy, ahogy azt eltervezték. Ezért esik aztán a legtöbb válás éppen erre az életkorra. Nőknél belső krízis kíséri ezeket az éveket, és ez az időszak ezért náluk inkább a lelki fejlődés időszaka. Vegyük most sorra, hogy melyek azok az életfeladatok, amelyeket a torokcsakra szintjén sajátíthatunk el. A torokcsakra szintjén megtanulhatjuk annak szükségességét, hogy őszintén beismerjük érzéseinket, először önmagunk előtt, majd bizalommal közöljük azokat másokkal, még akkor is, ha félünk a következményektől. Így hát fontos gyakorlata ennek a csakrának a hallgatás, hiszen csak akkor tudunk őszintén kommunikálni, ha meghallgatjuk önmagunkat. Ehhez azonban csöndre van szükségünk. Legtöbben gyerekkorunktól kezdve az olyan beszédmódba tanultunk bele, ami arra ösztönöz, hogy minősítsünk, összehasonlítsunk, követeljünk és hangsúlyozzuk a véleményünket. Ám az érzéseinkről és a szükségleteinkről lehetőleg mélyen hallgassunk. Az ilyen nevelés gyakran kételyeket ébreszt bennünk érzéseink és igényeink jogosságát illetően. Ez az életidegen kommunikációs forma azonban gyakran vezet magunkat és másokat sértő beszédmódhoz és magatartáshoz. Továbbá elkendőzi azt a tényt, hogy valójában mi magunk vagyunk felelősek a gondolatainkért, az érzéseinkért és a tetteinkért. Talán benned is fölmerül a kérdés, hogyan kellene hát kifejeznem a gondolataimat és az érzéseimet úgy, hogy senkit se bántsak meg, mégis őszinte maradhassak. Kiváló lehetőség erre Marshall Rosenberg erőszakmentes kommunikációs módszere. Az ugyanis összeköti az érzést és a gondolkodást, tehát az alsóbb energiaközpontokat a felsőbb szellemi síkokkal. Arra tanít, hogy őszintén és tisztán fejezzük ki magunkat, és közben tisztelettel és együttérzéssel figyeljük a másikat. Segítségével minden eszmecsere alkalmával felismerhetjük saját magunk és a másik ember mélyen rejlő szükségletét is. Az erőszakmentes kommunikáció arra tanít bennünket, hogy pontosan megfigyeljük és beazonosítsuk a minket érintő eseményeket és viselkedésformákat. Hogyan? Első lépés, hogy szétválasszuk a megfigyelést és a véleménynyilvánítást. Ha ugyanis összekeverjük e kettőt, akkor a partnerünk hajlamos a szavainkból kritikát kihallani, és ellenáll annak, amit mondunk. Önmagunk kifejezésének második lépése, érzésünk pontos és egyértelmű megnevezése. A harmadik lépés az érzéseink mögötti szükségleteink tudatosítása és kimondása. Érzelmi fejlődésünk során szinte valamennyien átvergődünk a következő szakaszokon. Az érzelmi rabszolgaság szakaszán, amikor azt hisszük, hogy felelősek vagyunk mások érzéseiért. Aztán az úgynevezett undok szakaszon, amikor nem valljuk be, hogy törődünk mások érzéseivel és szükségleteivel. Az érzelmi fejlődés következő szakasza már az érzelmi felszabadulás, melynek során teljes felelősséget vállalunk saját érzéseinkért, de nem a másik érzéseiért. És tudjuk már, hogy saját szükségleteinket mások kárára nem tudjuk kielégíteni. A részletesen könyvből és tanfolyamon megismerhető erőszakmentes kommunikáció negyedik és egyben utolsó lépésében világosan megfogalmazzuk, hogy mit szeretnénk kérni a másik embertől, hogy egymás életét kölcsönösen gazdagíthassuk. Ha azt közöljük, hogy mit figyeltünk meg, ennek kapcsán mit érzünk, mire vágyunk, és emiatt mit kérünk, ahelyett, hogy beszélgető partnerünket diagnosztizálnánk vagy bírálnánk,
akkor mindkettőnk előtt szinte új világ nyílik meg. A saját magunkra és a másikra irányuló, odaadó figyelem elősegíti a tisztelet, a figyelmesség és az együttérzés kialakulását, s azt a kölcsönös vágyat ébreszti bennünk, hogy mindketten a szívünkből szóljunk, és a konfliktusokat békés, együttérzéssel teli párbeszéddé alakítsuk. Hogy ezt a fajta beszédstílust magunkévá tudjuk tenni, bizony önfegyelemre, önuralomra is szükség van. Ezzel pedig tovább is léphetünk a torokcsakra szintjén megtanulandó következő életfeladatra. Az önuralom tulajdonképpen a nagyobb távlatokban való látás képessége. Ha belegondolunk, hogy valójában milyen keveset is jelent az egész élet szempontjából nézve az az ügy, ami bennünk éppen indulatot, félelmet vagy elkeseredést váltott ki, azonnal csillapodni kezdenek érzéseink, és ismét uralni tudjuk a helyzetet. Bölcs dolog hát hozzászoktatni magunkat ahhoz, hogy bármilyen erős érzelmi hullámzáskor egy pillanatra megálljunk, s kívülről egy harmadik, semleges személy szemszögéből nézzük a helyzetet. De a szemléletmódváltáshoz segítségül hívhatjuk például a humort is. Nyugodtan nevessünk magunkon, illetve a kialakult helyzeten. A megváltoztatott hozzáállás pedig másfajta viselkedést fog eredményezni. Az önfegyelemre nevelés a lélek edzése, ami azonban időt igénylő folyamat. Annál is inkább, mert az önuralom kialakításához nem elegendő az észérvek elfogadása. Mint tudjuk, az érzelmek nem mindig hallgatnak a józan észre. Amikor a heves indulatok felborították a nyugalmunkat, a kezünkből már kirepült a gyeplő. Előre fel kell készülnünk arra, hogy ilyen helyzetekben testünk engedelmeskedjen bölcsebb, felsőbb énünknek. A test edzése, a nélkülözésekhez való szoktatása, a megszokott kényelemről való lemondás mind nagyon alkalmas eszköz az önuralomra neveléshez. Ahhoz is önuralomra van szükség, hogy folyamatosan a célunk felé haladjunk, hogy rendszeres munkát végezzünk, és ettől ne tudjon minden csekélység eltéríteni. Hogy képesek legyünk félresöpörni a kicsinyes vagy lényegtelen dolgokat. Tudván, hogy külön feladatokra vagyunk hivatva. Önuralomra van szükség akkor is, amikor jobban tesszük, ha hallgatunk, mert szavainkkal csak olajat üntenénk a tűzre. Önfegyelem, tisztelet, bizalom és alázat kell ahhoz is, hogy csendben maradva tudjuk mások problémáit meghallgatni. Az empátia nevében sokszor nagy a kísértés, hogy tanácsokat adjunk vagy bátorítsunk. Holott a hozzánk forduló mindössze arra vágyik, hogy mindent kiadhasson magából, s érezze, hogy megértjük őt. Az elképzelés, miszerint az adott szituációt meg kell oldanunk, hogy az érintettek jól érezzék magukat, megakadályozza, hogy teljesen jelen legyünk, hogy maradéktalanul odafigyeljünk. Amikor segíteni akarunk valakin, gyakran nehéz megállni, hogy ne tanácsokkal lássuk el. Holott az igazi segítség az, ha arra biztatjuk, hogy belső, bölcsebb részéhez fordulva keresse az útmutatást, felelősséget vállalva saját életéért. A torokcsakra egyik tanítása tehát így szól: légy csendben. Vegyük most sorra, hogy a torokcsakra milyen feladatokat lát el testi-lelki működésünkben. A torokcsakra a nyak tövében, abban a kis mélyedésben található, ahol a nyak a törzsel, konkrétan a mellcsonttal találkozik. A torokcsakrához tartozó testrészek és szervek a nyak, az áll, a száj, a gége, a hangszálak, a tüdő, a fül és a pajzsmirigy. A pajzsmirigy olyan hormonokat termel, amelyek serkentik a sejtek aktivitását és szabályozzák a szervezet energia és hőháztartását. Annak érdekében, hogy csakra utazásunk élvezetes és eredményes legyen, jó, ha tudjuk, hogy torokcsakránk működési zavara mi mindenben nyilvánulhat meg. Emlékezzünk! A csakrákkal való foglalkozás elindítja az energiaáramlást fölfelé, a következő csakrához, és így egyre följebb haladva, egyre nagyobb önismeretre, tudatosságra és bölcsességre tehet szert.
Induljunk hát! Most olyan kérdések következnek, amelyek szoros kapcsolatban állnak a torokcsakra működésével. A válaszaidból következtethetsz majd, hogy mennyire kiegyensúlyozott ennek a csakrádnak az energiaáramlása. Magadnak őszintén válaszolhatsz, ítélkezés, szégyenkezés nélkül. A nyertes egyedül te leszel. Tisztábban láthatod, s felfedezheted, hogy milyen hátráltató magatartásokkal és viselkedésformákkal teszel saját boldogságod és egészséged ellen. Megértheted, hogy miért nem működik valami jól az életedben. A változtatásra pedig egyedül neked van jogod és lehetőséged, és annak felelőssége is a tiéd. Jöjjenek hát a kérdések. Úgy érzed, hogy szabadon kifejezésre tudod juttatni önmagadat? Van-e bátorságod elmondani a véleményedet? Elnyomod-e magadban az olyan érzelmi impulzusokat, amelyek kiabálásra, zokogásra, sírásra vagy dühöngésre indítanának? Hallod-e a belső hangodat? Hallgatsz-e rá? Hallgatsz-e más emberek véleményére? Önfejű vagy bizonyos dolgokban? Van-e bátorságod megfogalmazni és egyértelműen kimondani, hogy mi az, amit elfogadsz, és mi az, amit nem? Jellemző-e rád, hogy túl sokat adsz magadból anélkül, hogy figyelnél saját szükségleteidre? Jellemző-e rád, hogy a változásokra lustasággal vagy ellenállással reagálsz? Szeretsz-e beszélni? Van-e türelmed és önfegyelmed odafigyelve hallgatni másokat? Kézben tudod-e tartani a lelkedben dúló indulatokat? Ki tudod-e emelni magadat saját érzelmeid hullámaiból? Pánikba esel-e a kritikus helyzetekben? Gyakran előfordul-e, hogy egy-egy gondolatod fogságába kerülsz? Hajlamos vagy-e arra, hogy mindent racionálisan megmagyarázz? Jellemző-e rád a maximalizmus magaddal és másokkal szemben? Jellemző-e rád az összeszorított száj? Vagy az, hogy álmodban a fogadat csikorgatod? Merevek-e nyakad és vállad izmai? Ahol a kérdések kapcsán érintve érezted magadat, ott talán már tudod is, hogy változtatásra van szükség, mert anélkül részben vagy egészben gátolt, vagy épp ellenkezőleg túl intenzív torokcsakrádban az energiaáramlás. A kérdések kapcsán bizonyára észrevetted, hogy a csakrák alul vagy túlműködése eltérő viselkedésben nyilvánul meg. Márpedig, ha egyfajta viselkedésmód túl gyakori, akkor az idővel már személyiség jeggyé válik. Minden csakra összefügg a személyiség valamely kifejezési formájával. Az őszintétlenül kommunikáló és a beszédével manipuláló ember elrejti valódi énjét. Ő képtelen arra, hogy az érzelmeit nyíltan és őszintén kifejezze. Például a szíve szerint nemet mondana egy fölkérésre, mégis igen jön ki a száján. Ennek következtében egyre növekszik benne a harag és a frusztráció, amik mindinkább leblokkolják a torokcsakráját. A működési zavar idővel aztán már testi szinten is megnyilvánul. Torokfájás, krónikus köhögés, nyaki nyirokcsomó betegség, nyakmerevedés vagy pajzsmirigy paraszt formájában. Az ilyen ember hallgatása nem a hatékony kommunikációt, hanem az őszinte kifejezés hiányát jelzi. Húzódozik az önkifejezéstől, gyakran megbízhatatlan, a nézeteit sokszor változtatja.
ez megnyilvánulhat abban is, hogy ilyen-olyan előnyök megszerzéséért mást mond, mint amit valójában érez. És abban is, hogy elveszti a kapcsolatot a belső hangjával, illetve lelki vezetőjével. A rejtőzködő énű ember sokszor bohóckodik. Gyakran nevet, viccelődik, és irreálisan derűlátó nézeteket hangoztat. Valójában azért veszi föl a komédia álarcát, hogy eltakarja lelkének tragédiáját. Azt az érzést, hogy őt senki sem szereti, senki sem figyel rá, legfőképpen ő saját maga. A másik személyiségtípust bőbeszédű lénynek nevezhetjük. Belőle aztán ömlik a szó, szinte szóhoz sem enged másokat, társaságban ő viszi a prímet. Igyekszik mindenki figyelmét magára vonni, ám szavai mögött kevés az átgondolt, valódi közölnivaló. Szereti hallani a saját hangját, másokra azonban képtelen tartósan figyelni. Az ilyen típusú ember önelégült, gyakran arrogáns, nézeteiben pedig dogmatikus. A túl aktív torokcsakrán keresztül, ami tartalmatlan fecsegésben nyilvánul meg, tudattalanul igen sok energiát lehet elveszíteni. Itt nem csak arról van szó, hogy fölöslegesen beszélünk, hanem arról is, hogy a beszéddel mennyire manipulálunk. Mennyire hamis színben tüntetjük föl magunkat, és ezzel egyre jobban eltávolodunk belső valóságunktól. Jusson eszünkbe Keresztúri Dezső gondolata. Sorsunk nálunk nagyobb hatalmak kezében van, de jellemünk a magunkéban. És most hallgassuk meg, milyenek lehetünk akkor, ha torokcsakránk területén kiegyenlítetten áramlik az energia. Ebben az esetben könnyedén fejezzük ki magunkat. A mértékletes beszéd, a megfelelő kifejezések használata és a türelem jellemez minket. Elégedettek vagyunk, mert úgy érezzük, hogy megértenek minket, hiszen jól közvetítjük gondolatainkat és érzéseinket a külvilág felé. A megértés persze nem jelenti, hogy feltétlenül egyet is értenek velünk. Harmóniában élünk önmagunkkal, és másokkal is megtaláljuk a harmóniát. Az igaz ember szavai a lényeget mondják, és lénye a változásban is hűséges és kitartó. Hangot ad a szívéből jövő érzelmeinek, és ezért hangja a hallgató szívéig hatol. A tiszta hang pedig felszabadulást eredményez. Az ilyen ember már nem csak önmaga érdekében emel hangot. A világi dolgok, az érzések és az elme csapongása már nem okoz neki problémát. Emelkedett gondolkodása uralni képes szíve érzéseit. Csak az igaz tudást keresi, felülemelkedve az adott kor, a hagyomány és a kultúra korlátain. Azzal is érdemes tisztában lenni, hogy melyek azok a testi-lelki betegségek, amelyek a torokcsakra egyenetlen működéséből következhetnek. Emlékezzünk a már tanultakra. Testünkben mindennek összhangban kell működnie ahhoz, hogy testileg-lelkileg kiegyensúlyozottak, tehát egészségesek legyünk. A torokcsakra betegségeihez tartoznak mindazok a panaszok, amelyek a beszéd és a hallás problémákban, a légzési nehézségekben, a nyakfájdalmakban jelentkeznek. Ide tartozik az asztma, a hőrkurut, a fülcsengés, a köhögés, a rekedtség, a torokfájás, a mandulagyulladás, a nyelv, a száj, pajzsmirigy és a tüdő problémák, valamint a szklerózis multiplex nevű idegrendszeri betegség. A gyulladásos folyamatok mindig azt üzenik, hogy gond van az agresszióval. Gyulladás esetén ezért érdemes újból és újból visszatérni a köldökcsakra gyakorlataira is. Mint ahogy már említettem, a torokcsakra szintjén tanuljuk a belső hangunkra való figyelést. Ha valamelyik szervünk beteg, nyugodtan beszélgessünk vele. Kérdezzük meg tőle például, hogy mi az, ami megbetegítette. Sejtjeink pontosan tudják a választ, és válaszolni fognak. Figyeljünk a bennünk ébredő érzésre, gondolatra. Igen jó gyakorlat ez a befelé figyelésre, önmagunk megértésére, nevelésére.
A torokcsakra betegségei lelkileg az önkifejezéssel, ezen belül is a gondolatok és az érzelmek kifejezésével függnek össze. Ennek az energiaközpontnak a birodalmába tartoznak azok a gondolatok, amelyek beszéd közben születnek. A régi gondolatot elengedjük, és helyet adunk az újnak, és ezzel együtt a haladásnak, a növekedésnek. A torokcsakra tipikus zavara a racionalizálás, amikor az ember önmagát és másokat, a tetteket és az érzéseket intellektuálisan ésszel akarja megmagyarázni. Most vegyük sorra, mi mindent tehetünk azért, hogy ez az energiaközpontunk kiegyenlítetten működjön. A torokcsakra egészséges, harmonikus működésben tartásához több út is vezet. Végezhetünk például speciális testgyakorlatokat. A légző gyakorlatok közül különösen jó hatású erre az energiaközpontra a folyamatos, szünet nélküli légzés. Például, ha tempós séta közben, 5 lépés alatt orrunkon keresztül beszívjuk, majd a következő 5 lépés alatt kiengedjük a levegőt, és ezt így folytatjuk néhány percig, akkor ez a gyakorlat nem csak a torokcsakránk, hanem a szív és köldökcsakránk működését is kiegyenlítetté teszi, és egyúttal tisztítja ezeket az energiaközpontokat. A zenélés és az éneklés igen jótékony hatású ennél az energiaközpontnál. Énekeljünk, dudorázzunk minél többször. Ez még akkor is tisztítja és harmonizálja a torokcsakránkat, ha a hallásunk nem a legjobb, és kicsit hamisan szól az énekünk. A kristályokhoz is fordulhatunk segítségért. Minden kék árnyalatú kő, például az aquamarin és a kalcedon, továbbá az amazonit és a türkiz, alkalmas arra, hogy a torokcsakránkat kiegyenlített működésre serkentse. Hordhatunk például ilyen színű köveket a nyakunkon. Az illóolajok és a füstölők közül harmonizáló hatással van rá például az eukaliptusz, a fenyő vagy a zsája illatú. A színek, esetünkben a kék szín gyógyító ereje is rendelkezésünkre áll, hiszen az energiaközpontok felveszik az adott szín rezgését. Talán a legcélra vezetőbb, ha felváltva. Néha egyik, míg máskor a másik lehetőséggel élünk, figyelve arra, hogy testünknek, lelkünknek éppen melyikre van szüksége. Az egyik lehetőség, ha meditálunk, és pozitív, ösztönző, megerősítő gondolatokkal, programozó mondatokat mondogatunk. A meditáció a torokcsakrára nyugalmat, derűt és tisztaságot hoz, dallamos hangot és tiszta beszédűséget eredményez. A megtisztított, kiegyenlítetten működő torokcsakrával rendelkező ember a nem szóbeli üzeneteket is megérti, mert valamennyi energiaszintjét kifinomította már. Hiszen ebben az energiaközpontban az alsóbb csakrák összes eleme, a föld, a víz, a tűz, a levegő, kifinomul a legtisztább lényegéig, és beleolvad az akasába, az összemberi tudásba. A föld beleolvad a vízbe, és a második hasi csakrában marad, mint a szaglás lényege. A víz elpárolog a tüzes harmadik csakrában, és megmarad az ízlelés lényege. A tűz alakja belép a negyedik szívcsakrába, és ott marad a forma és a látás lényege. Aztán a szívcsakra levegője belép az akasába, és tiszta hangá válik. Az akasa megtestesíti mind az öt elem lényegét. Színtelen, szaktalan, íztelen, tapinthatatlan, vagyis alaktalan, tehát mentes minden durva elemtől, és emberi szemmel láthatatlan. Szaglás, ízlelés, látás, tapintás és hallás, ez az öt elem egyesül a legtisztább formában, előrevetítve az intuíció képességét, ami a következő energiaközpontnak, a homlokcsakrának lesz a tanulási feladata. Emlékezzünk! A torokcsakra síkja a szellemi szintre való átmenetet képviseli. Ha lelkiekben tovább akarunk emelkedni, a legmagasabb tudati szintre,
akkor a régi, többnyire tudattalan gondolkodási és viselkedési mintáinknak, valamint az anyagiakhoz és a státuszhoz való ragaszkodásunknak meg kell halnia. Csak így tudunk helyet adni egy másfajta látásmódnak. Csak így leszünk képesek egy új, magasabb szinten újjászületni, és megtapasztalni a megvilágosodás állapotát. Szeretettel köszöntelek. Különleges és érdekes utazásra hívlak. Testünknek azt a finoman rezgő energiarendszerét derítjük most fel, ami szemmel láthatatlan. Ám ha becsukott szemmel, befelé figyelve, megengedve magadnak az átélés szabadságát, mindig az említett testrészre koncentrálva hallgatod és végzed a gyakorlatokat, akkor számodra is könnyen érezhetővé válhat. Emlékezzünk! A csakrák világába tett utazásunk végső célja, hogy az egyre magasabb szintű tudatosság felé haladva fölfedezzük és elfogadjuk felsőbb, bölcsebb énünket. Úgy is mondhatnám, lényünk isteni részét. Csak rajtunk múlik, hogy beleragadunk-e fizikai testünkbe, vagy lelkünk átragyog rajta. Befelé figyelve, eljuthatunk abba a mély, belső csendbe, ahol már nem számít a múló idő, ahol megtapasztalhatjuk a látható világ mögötti igazabb valóságot. Szívünk és lelkünk hangjai a szeretet és békesség hangján szólva olyan világokba vezethetnek el, melyeket megjárva megérthetjük létünk, életünk magasabb rendű céljait, és elhelyezhetjük életünket a világegyetem teremtő folytonosságában. Induljunk hát erre a belső utazásra. Helyezkedj el kényelmesen, most kivételesen ülve. Sóhajts egy jó nagyot, és huny be a szemedet. Légzésed lassú, egyenletes és nyugodt. Figyeled a testedben zajló mozgásokat, változásokat, szíved dobbanását, véred keringését. Mindazt, ami láthatatlanul benned zajlik. Ahogy magadba szívod a levegőt, vele együtt testedbe árad a tiszta fény, az elfogadó szeretet energiája. Ahogy kilélegzel, megszűnik izmaid feszülése. A kiáradó levegővel tovaszálnak rossz érzéseid, gyötrő gondolataid, megmerevedett ellenállásaid. Légzésed lassú, nyugodt és egyenletes. Ahová most tartasz, az egy másik világ. Itt csak békesség és szeretet van. Figyeled légzésed egyenletes ritmusát. Puha csöndölel át. Biztonság és melegség vesz körül. Itt most a békesség a bölcsőd,
s otthonod. Mindössze annyi a dolgod, hogy jelen légy, és figyelj. Figyelj most a nyakad területére. Testednek ez a része olyan, mint a kapocs. Összeköti az érzést a gondolkodással. Az alsóbb energiaközpontokat a felsőbb szellemi síkokkal. Mennyire törékeny és szűk is ez az átjáró törzsünk és fejünk között. Az utolsó nyakcsigolyán, a gerincoszlop legfelső pontján találkozik a gerincoszlop a koponyával. A törzs a központi idegrendszerrel, az aggyal. A testnek ezt a pontját a régi titkos tanok az igazság titkos kapujának nevezték. A titkos kapu az anyag és a szellem, a test és a tudat kapcsolatát szimbolizálja. Most figyelj a tarkod területére. Itt rejtőzik az akarat. Ha testünknek ezt a részét puhává és rugalmassá tesszük, akkor fölengedhetnek merebb nézeteink, és könnyebben elengedhetjük berozsdásodott, idejét múlt gondolatainkat. A következő gyakorlat éppen azt a célt szolgálja, hogy tudatosan mozgékonnyá és áteresztővé tegyük, hogy kitárjuk testünk titkos kapuját. Egyenes gerincel ülsz, fejed előre tekintve a nyakcsigolyáidon pihen. Nyakad izmainak mozgására figyelve, nagyon lassan, óvatosan csináld a következő mozdulatsort. A levegő kifújása közben fordítsd fejedet balra. S csukott szemhéjad alatt a szemgolyóddal nézz jobbra. Belégzéskor fordítsd vissza fejedet középre, szemgolyóddal előre tekintve. A következő kilégzéskor fejeddel fordulj jobbra, a szemgolyóddal pedig balra. Majd térj vissza középre a kiindulási helyzethez. Most a saját tempódban, izmaid nyúlására figyelve, ismételd meg lassan, egymás után kétszer ezt a gyakorlatsort. Lazíts. Továbbra is egyenesen tartva gerincedet, kilégzés közben lassan hajtsd bal oldalra a fejedet. A bal füleddel próbáld megérinteni a válladat, és közben húzd lefelé a jobb válladat. Ahogy beszívod a levegőt, emeld vissza fejedet egyenes tartásba. Ahogy újból kifújod a levegőt, most jobb oldalra hajtsd le a fejedet, s füleddel közelíts a válladhoz. A baloldali válladat húzd közben lefelé, majd lassú tempóban emeld vissza fejedet a kiindulási helyzetbe. Most a saját tempódban, izmaid nyúlására figyelve, ismételd meg lassan, egymás után kétszer ezt a gyakorlatsort. Lazíts. Továbbra is egyenesen tartva gerincedet, belégzés közben lassan hajtsd hátra a fejedet. Figyeld, ahogy nyúlik nyakadon elől a bőr. Ahogy lassan kifújod a levegőt,
hajtsd előre a fejedet, s álladdal próbáld megérinteni mellkasodat. Érezd, ahogy feszülnek izmaid nyakad hátsó részén, a tarkód táján. Feszítsd meg őket egy pillanatra még jobban, majd engedd, hogy ellazuljanak. S lassú ütemben emeld vissza a fejedet a kiinduló helyzetbe. Ismételd meg még kétszer ugyanezt a gyakorlatsort a saját tempódat követve. Lazíts. Most óvatosan emeld vállaidat a füleid irányába. Húzd őket minél magasabbra. Feszítsd meg vállaid izmait egy pillanatra, majd engedd visszaesni őket az eredeti állapotukba, s engedd, hogy ellazuljanak. Ismételd meg saját tempódban még kétszer ugyanezt a mozdulatsort. Lazíts. Így kioldva torokcsakrád területéről a feszültséget, immár könnyebben haladhatunk tovább. Mélyen, nyugodtan lélegzel. Ajkaid is szétnyíltak már. Figyeled azt a lágy mozgást, amit a mellkasod közepén érzel. Figyeled, ahogy nyitott szádon át beárad, majd távozik a levegő. Légzésed egyre lassabb, egyre mélyebb és teljesebb. Most mindössze annyi a dolgod, hogy légzésed ritmusát figyeld. A jóga légzés három fázisra bontja a légzési ritmust. A belégzésre, a kilégzésre és a légzés szüneteltetésére. A belégzés aktivizálja a szervezetet, energiával tölti fel. A kilégzés eltávolítja az elhasznált levegőt, a méreg és salakanyagokat. A légzési szünetekben pedig szétáramlik a levegő az egész szervezetünkben. A harmonikus légzésritmus lehetővé teszi érzelmeink stabilizálását. Megnyugtatja az idegeinket, az elménket. Hagyok számodra időt, hogy nyugodtan, befelé fordulva felfedezhesd. A kilégzésed vagy a belégzésed hangsúlyossa be. Megmutatja ez benned az adás és az elfogadás egyensúlyát, vagy egyensúlytalanságát. Azt is figyeld majd meg, hogy testednek mely pontján akad el a levegő, ha mélyebb lélegzetet veszel. Ezek tested energiahiányos pontjai. Arról árulkodnak, hogy elveszett az egység a test és a tudat között. A tudatos légzés segít visszaállítani az egyensúlyt. A figyelem és az önfegyelem képességének a kifejlesztése szintén a torokcsakra tanulási feladatai közé tartozik. A következő percekben tehát figyeld légzésed ritmusát.
lazíts, mélyen, egyenletesen lélegzel. Folytassuk utunkat ott, ahol a szívcsakra területénél megálltunk. Idézd fel emlékezetedben a rétet, a fahidat, s közben emlékezz a szívcsakra tanításaira. Fontos hely ez itt, az anyag és a szellem világa közötti híd, a választóvonal, ahol dönteni kell, hogy a félelem vagy a szeretet ösvényét választva haladok tovább. Fent vagy a híd tetején, fakorlátjára támaszkodva nézed a két utat. A rózsaszirmokkal borított út hívogatóan üzen, hogy indulj el felé. Ám tudod, hogy a felfelé haladás egyre nagyobb felelősséggel jár. Már nem csak önmagad, hanem mások felé is. Választottál, s elindulsz a rózsaszirmokkal borított úton, a szeretet útján. Lépdelsz fölfelé, egyre magasabbra, a felhők irányába. Talpadat rózsaszirmok simogatják. Melletted, az út mentén, fenyőfák nyújtózkodnak a magasba. Illatuk szétárad a levegőben. Fenyő illattal telik meg torokcsakrád területe. Hallgatod a fenyők susogását, olyan ez, mint a dallamos, könnyű beszélgetés. Haladsz tovább, felfelé. A fenyőfák csúcsa már a felhőkbe vész. Haladsz tovább, előre, felfelé. Fejed már a kékes szürke felhők puhaságába ért. Nyakad körül szétárad ez a finom, kékes kötfátyol. Megállsz. Figyelmed most a torkod közepére irányul. Arra a kis mélyedésre, ami elől a nyakad tövében található. Itt rezeg, s örvénylik forogva a torokcsakra. Férfiaknál jobbra, nőknél balra. Rezgése kékes színű fényt ad ennek az energiaközpontnak. Érzed a melegséget a torkodban, a szádban, a nyelvedben, a füledben. Ez a simogató, puha fény rásimul a válladra. Gyengéden átöleli a nyakadat. Beáramlik a szádba. Ellazítja a nyelvedet. Bekúszik a gégédbe. Puhaságával beborítja annak minden zugát. Ez a finom vibrálás ellazítja a hangszálaidat. Majd tovább hömpölyögve beáramlik a külső, majd a belső fülbe. Viszi a kékes fényt, ami életre kelti, megújulásra biztatja a sejteket. Aztán folyik tovább, s elárasztja az egész tüdődet. Érzed, ahogy áramlik, terjed tovább, s eljut minden hörgőcskéhez, s éltető oxigénnel, energiával tölti föl testedet. Szabadon, könnyedén árad a levegő befelé, majd kifelé. Mellkasod tág, torkod és gégét könnyű, laza. A légzésed hangokat hív életre benned. Érzed, ahogy testrészeid lágyan együtt rezegnek a hangokkal. Érzed a hangrezgéseket a bőrödön, minden testrészeden, a szerveidben.
minden testrészed kicsit másként reagál, és minden részed más hangokat szeret. Az egészen magas hangokat más helyen érzed magadban, mint a mélyeket. A hangok átjárják, beborítják a testedet. Minden részed külön rezeg, és együtt is rezeg az egész tested. Mindig új és új hangok jönnek, és újabb területeket rezegtetnek meg. És ahogyan a hangok egymásba folynak, áthatják egymást, és hangzássá kapcsolódnak össze, úgy folynak össze tested egyes részei is, és tudatos egészé alakulnak át. Hallod ezt a gyönyörű dallamot? Röpülj a zene szárnyán, énekelj, dúdolj csendben, hallgasd az éneked. Lazíts. Figyelmedet fordítsd most vissza a szeretet útjára, oda, ahol az előbb megálltál. Suhajts egy mélyet, és pihenj. Egyenletesen szívod be, és fújod ki a levegőt. Előtted az út már teljes ködbe burkolódzik, a kékes pára mindent beborít. Képzeletben előre és a távolba tekintve már csak a fény, a kékes fény látszik. Valamennyi tájékozódási pont szétfoszlott már. Eltűntek a biztos kapaszkodók. Már csak a belső érzéseid, az intuíciód az iránymutató. Továbbra is az úton állsz, lábad alatt még érzed a biztos talajt, látod a rózsaszirmokat. Lassan a rét felé fordulsz, ott a réten minden jól látható, a fűszálak, a híd, rajta a fakorlát. Ahogy elmerengsz a rét látványában, észreveszed, hogy emberek gyülekeznek a híd körül. Jönnek a barátaid, ismerőseid, a szeretteid. Jönnek azok is, akiket nem igazán kedvelsz, akiket inkább elkerülsz. Sokfélék. De mindannyiuknak van valami közük hozzád. Feléd néznek, szavaidra várnak. Mindenki más szeretne tőled hallani. Emlékezz, ez az energiaközpont csak akkor nyílik meg igazán tisztán számodra, ha az alsóbb négy csakrával való sikeres munkával már elérted a kellő megtisztulást. Figyeled az embereket. Most olyan valaki lép ki a csoportból, akit valaha megbántottál, s még azóta sem kérted az elnézését. Elindul, s közeledik feléd. Egy karnyújtásnyira tőled megáll, s kíváncsian a szemedbe néz. Eljött az ideje, hogy itt,
a szeretet útján állva, felé fordulva elmond, hogy sajnálod azt, ahogy viselkedtél, vagy azt, amit mondtál, vagy ahogyan mondtad. Hangosan mondd ki a bocsánat kérő szavakat. A hangosan kimondott szavakban rejlő energia sokszorosa annak, mint amit csak magadban mondasz ki. Halld a saját hangodat. Így hamarabb eljön a feloldozás, a megnyugvás, a belső béke. Most engedd el őt. Lazíts. Továbbra is az embereket figyeled, ők pedig téged. Most olyan személy lép ki a csoportból, aki közel áll hozzád, ám még sohasem mondtad el neki, hogy mennyire szereted, mennyire tiszteled őt, mennyire fontos ő a számodra. Elindul, s közeledik feléd. Egy karnyújtásnyira tőled megáll, s kíváncsian a szemedbe néz. Eljött az ideje, hogy innen, a szeretet útjáról üzenj neki. Mondd ki hangosan a szeretetedet kifejező szavakat. Tudod már, hogy a hangosan kimondott szavakban rejlő energia sokszorosa annak, amit csak magadban mondasz ki. Hangodat és szavaidat hallva érzed majd, ahogy szétárad benned a szeretet gyógyító energiája. Most engedd el őt. Lazíts. Továbbra is az embereket figyeled, ők pedig téged. Most olyan személy lép ki a csoportból, akinek köszönettel tartozol valamiért, ám ezt még sohasem mondtad el neki. Elindul, s közeledik feléd. Egy karnyújtásnyira tőled megáll, s a szemedbe néz. Itt az ideje, hogy innen, a szeretet útjáról üzenj neki. Mondd ki hangosan a köszönetedet kifejező szavakat. Tudod már, hogy a hangosan kimondott szavakban rejlő energia sokszorosa annak, ami csak magadban mondasz ki. Hangodat és szavaidat hallva érzed majd, ahogy szétárad benned a hála és a kegyelem érzése, s gyógyító energiája. Most engedd el őt. Állsz az úton, s magadba befelé figyelsz. A rét s az embercsoport képét elengedted már. Azokra az érzésekre figyelsz, amelyek kavarognak benned, amelyek még fogva tartanak. Mélyen, egyenletesen lélegzel. Figyeled az áramlást a nyakad körül, a torokcsakrád területén. A tiszta, oxigénnel dúsfenyő illat ott kering körülötted. Mélyen magadba szívod most, hogy segítségével újra születhessen benned minden gondolat, minden szó, amit ezentúl kimondasz. Hogy szabadon áradjon, s őszintén szóljon belőled az, ami a szívedben, a lelkedben és az elmédben születik. Ezt a mély, belső nyugalmat, ami még most is a tiéd, használd arra, hogy mondd utánam, lehetőleg hangosan, a torokcsakra egyenletes működését segítő, pozitív szándékodat kifejező, ösztönző megerősítéseket. Hitelesen fejezem ki magamat. Szavaim őszintén szólnak érzéseimről, gondolataimról.
Ezentúl beszélni fogok arról, ami a szívemet nyomja. Mindig a szívemből szólok. Megfontolom a gondolataimat, mielőtt kimondom azokat. Mondani valóm érdemes arra, hogy meghallgassák. Élvezetemet lelem az önkifejezésben és a kreatív megnyilvánulásban. Fegyelmezett vagyok. Képes vagyok figyelemmel meghallgatni másokat. Felismerem mások szükségleteit és vágyait, és elfogadom, elismerem azokat. Önmagamra is tudok figyelni. Tudok hallgatni, csendben maradni. Figyelek a belső hangokra. Szívesen énekelek, dúdolgatok, akár hangosan is. Öröm számomra, ha hallom a hangomat. A hangom egyre erősebb és egyre meggyőzőbb. Adott esetben kimerem engedni a hangomat. Képes vagyok a mértéktartó és tartalmas beszédre. Megengedem magamnak a sírást, a zokogást, ha éppen arra van szükségem. Megfontoltan és érthetően szólok. Tudom, hogy a kimondott vagy leírt szavaimnak hatalma van. Könnyedén fogadom életem történéseit, majd könnyedén elengedem azokat. Szavaimmal és tetteimmel az emberiséget szolgálom. Most fordítsd figyelmedet arra a helyre, ahol éppen vagy. Mozdítsd meg kezedet, lábadat, érezd izmait feszülését. Figyelj környezeted külső zajára, s belső világodból lassan térj vissza ide, a jelenbe. Nyújtózz egy jó nagyot, sóhajts egy mélyet, és nyisd ki a szemedet.